Szeretettel köszöntelek! Ezen a tanfolyamon a meditációról fogunk beszélni, mind elméleti, mind gyakorlati szempontból, illetve megvizsgáljuk, hogy a különböző spirituális tradíciók mit mondtak róla és hogyan tanították. Alapvetően minden ember az életében a boldogságot keresi. Szeretne harmóniában, összhangban, békében, boldogságban, örömben élni az életét. De nem mindig tudja. Nagyon sokszor ezeket a dolgokat, a boldogságot, az örömöt, a harmóniát kívül hajhásszuk. Megpróbálunk kívülről megszerezni olyan dolgokat, amiről azt gondoljuk, hogy majd boldogságot, örömöt fognak nekünk hozni. Ha meg lesz az adott előléptetésünk, boldogok leszünk. Hogyha a férhez mentünk, akkor szép lesz az életünk. Ha már gyerekünk lesz, ha majd lediplomázunk, ha majd unokánk születik, stb. A lista igazából végtelen. De egy idő után észrevesszük, még akkor is, hogyha mindet megszereztük ezen a listán felsorolt dolgok közül, hogy mi mindig nem vagyunk boldogok. Miért is beszélek erről ennyit? Azért, mert a meditációnak a fő célja az, hogy felvegyük újra a kapcsolatot ezzel az úgynevezett felsőbbrendűjénnel. A meditáció lesz az a gyakorlat, amely el tudja hozni nekünk azt a elcsendesülést, azt a belső békét, azt a harmóniát, azt a mély belső örömöt, amire igazán vágyunk. És aztán ki kell mennünk a világba, és ezt meg kell ott élnünk. Ezért átmenetileg elszakadunk tőle. De a hosszú távú cél az lenne, hogy azonosuljunk ezzel a felsőbbel, és úgy tudjuk élni az életünket a mindennapi valóságban, hogy azt a boldogságot, azt az örömet és azt a fényt tudjuk megélni itt a Földön is, ami mi valójában a szívünk mélyén vagyunk. Ugyanis az összes tradíció és spirituális tudomány tan szerint valahol a szívünkben lakozik ez a felsőbbrendűjén. Igazából mindannyian egyöntetően azt állítják, hogy közelebb van hozzánk, mint azt mi valaha gondoltuk. Ezen a tanfolyamon pontosan ezt fogjuk megtanulni, hogy hogyan vegyük fel vele a kapcsolatot. Ha tehát meditálni szeretnél, akkor legelőször is az életedet kell felülvizsgálnod, és megpróbálnod ezek szerint a fent említett, vagy az előbb említett egyetemes erények szerint élni. Ugyanis pont olyan mértékben fog sikerülni a meditáció művészetét elsajátítani, amilyen mértékben ezen erények szerint tudod élni az életedet. És ehhez jönnek természetesen majd a mindennapi úgynevezett lelki gyakorlatok, vagy meditációs gyakorlatok. Van egy elméletrész, és van egy gyakorlatrész. És talán most már az is világos számodra, hogy a meditáció nem azzal kezdődik, hogy letöltünk egy YouTube videót, és azt minden este gyakoroljuk olyan szinten, hogy elalszunk rajta, hanem arról szól, hogy egy ősi spirituális rendszert kell követnünk, bármelyiket, bármely tradíció útján elindulhatunk, és mindennapi gyakorlással kell ezt fűszereznünk. Akkor fogjuk elsajátítani a meditáció művészetét. Az okkultanok szerint a meditáció a királyi út a megvilágosodáshoz. És azt gondolom, hogy ez a mondat mindent elmond.